Gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, hatalmas nagy szeretettel, öleléssel köszöntelek titeket. Nagyon örülök, hogy eljöttél ma este is erre a csodás közös meditációra. Amikor tudod, egyé válunk a végtelenben, energiaként összekapcsolódunk így együtt, és amire ráhelyezzük a figyelmünket, ez a kvantum törvény. Tudjátok, a Biblia azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott csodák történnek az én nevemben. Szóval itt többen vagyunk, mint ketten és hárman. Szóval amikor együtt ráhelyezzük a figyelmünket a végtelen lehetőségek birodalmában, az isteni energia mezőben, valamire, akkor az a lehetőség, ami energiaként létezik, az képes valósággá válni és bezuttyanni a fizikai valóságba. Ezt fogjuk ma este így együtt kihasználni, mégpedig az egészségünkre fogjuk helyezni a figyelmünket így együtt. Szóval szuper, 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 szuper jó, hogy eljöttél ma este, mert a fényeddel, az energiáddal te is segítesz a közösségnek, hogy ez még sikeresebb legyen. És ez a közösség is segít neked, hogy számodra is még sikeresebb legyen. Azaz, hogy rá tudj hangolódni az egészséges állapotodra, azaz, hogy életre tud kelteni az egészséges állapotodat, teljesen függetlenül attól, hogy jelenleg a tested esetleg milyen tüneteket produkál. Létezik az egészséges állapotod. Ez a jó hír ma este. Szóval a Facebookon is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és a YouTube-on is. Most már vagyunk itt 160-an is együtt, úgyhogy csodák vagytok szerintem, és szerintem csodás, gyógyító energiákat fogunk megtapasztalni. Jó, hogy itt vagytok velünk. És hadd kérdezzem meg, így az elején, hogy ki az, aki most van itt először, esetleg be lehet írni, akkor ő neki küldünk így együtt jó kis energiát, hogy érezze, hogy nem akárhova került. Tehát itt van egy közösség, ahol itt már lassan 2 éve együtt meditálunk, és egymást erősítjük, az energiát erősítjük, és behívjuk a lehetőségeket a fizikai valóságba. Minden szombat este és hétfőn este vannak ezek a közös meditációk. Szóval, ha van valaki, aki most van itt először, Varga Szilvia, de szép a mosolyod, örülök, hogy itt vagy most először. Kívánom, hogy tapasztald meg ezt a végtelent, ezt a csodát, ezt a közösségnek, ezt a felemelő energiáját, amikor össze tudsz kapcsolódni vele. YouTube-on Tamás Gréta most van itt először. Szuper jó, hogy itt vagy, kedves Gréta. És neked is hasonlóan azt kívánom, hogy tedd bele mindent, tegyél vele mindent, teljes figyelmed, és ugyanakkor fogadd is be azt a fantasztikus energiát, amit a többiek fognak küldeni feléd. Szóval Bíró Diana, Demeter Piros, most vagytok itt először, Mornál Szilvia, örülünk, hogy itt vagytok, Német Zsolti, szia, kedves Zsolti! Férfi is a láthatáron, milyen jó! Szuper jó, hogy itt vagy, Zsolt! Kövér Olgának is ez az első ilyen gyógyító meditáció, Varga Petrának is, Gombos László is először van a YouTube-on. Szuper jó, hogy itt vagytok! Kosár Alisa szintén először van a YouTube-on velünk. Fehér Irén, szia, de jó, hogy itt vagy.
Szóval jó, hogy itt vagytok. Sok áldást kívánok nektek. És Váradiné Judit is most van itt először a YouTube-on. Szuper jók vagytok, Takács Andrea is ezen a gyógyító most van itt először. Na, szóval az a jó hírem, hogy meg tudjátok tapasztalni ezt a közös energiát. És az a lényeg, hogy beletegyük a teljes figyelmünket, és ráhelyezzük a figyelmünket az egészséges állapotra, ami létezik. És ezt fogjuk tenni így együtt, most már több mint 210-en. Fábián Richard is most van itt először a YouTube-on. Na, az a jó hír, úgy látom, hogy vannak itt, képzeljétek, férfiak rajtam kívül is. Ez milyen jó. Ugyanolyan energia lények vagyunk egyébként mi is. Szóval szuper jó, hogy itt vagytok. És játszunk egy kicsit így az elején, hogy azt szeretném kérni, hogy egy picit egymásra hangolódjunk, hogy írjunk be ide a chatablakba szeretettel valakinek, valakit néz ki, aki beírt valami üzenetet a chatablakba, és ír neki valami elismerést. Tehát látod, hogy szép a mosolya, akkor a mosolyát. Ez egy szeretet áramlás. Vagy ír neki olyat, hogy de jó, hogy együtt meditálhatok veled. Ilyet például. Demeter piros. De jó, hogy együtt meditálhatok veled. Így nevezd meg néven, vagy oda a csendbe ír, hogy észrevegy, hogy lássa, hogy ez neki szól. Szkárosi Magdolna, de szép a hajad. Sütő Marcsi, annyira örülök, hogy együtt teremthetjük az egészséget. Ilyeneket írjatok egymásnak, tudjátok, ezáltal felemelkedtek, ahogy kisugárzod ezt, és ezt egy ilyen tiszta szándékkal, tényleg gondold úgy, hogy örülsz, hogy nem vagy egyedül, hogy itt van veled az a másik ember, aki fogja emelni az energiádat. Jó? És amikor ezt tesszük, akkor már így a meditáció előtt kicsit összekapcsolódunk, ráhangolódunk egymásra, és tudjuk a meditációban, hogy mi együtt hangolódunk az egészségre. És akkor még intenzívebb tud lenni ez. Tudjátok, amikor kimegyünk az energiamezőbe, és összekapcsolódunk, szeretetben kapcsolódunk össze. Ez maga a szeretet, és mi magunk is szeretetté válunk. Úgyhogy ezt nagyon jó, hogyha gyakoroljuk egyébként. Persze nem csak itt este, hanem mindig egyébként. Ezért is igyekszem én itt becsempészni mindig a meditációk elejére ezeket, hogy vedd észre, hogy az elismerés az egy csoda dolog. Tehát ezt napközben is teheted bárkivel, akivel találkozol, sőt, tedd. Csak nem szoktuk gyakorolni, az az igazság. Tehát amikor kipróbálod, és észreveszed, hogy ez milyen jó érzés, és kapsz egy visszajelzést a másiktól. Te komolyan gondolod? De aranyos vagy, és jön vissza a szeretet tőle. És emelitek egymást. Ó, milyen jó lehet ez energiaként, ez létezik, hogy így támogatjuk egymást. És elképzelhető, ha minél többet gyakoroljuk, minél többen, ez terjed. És képzeljétek el, hogy az egész világ így működne. A fizikai valóságban is, hogy az emberek támogatnák egymást, elismernék egymást. Hmm.
Alfa Mária, szuper jó, hogy itt vagy. Ha kibillentél az egyensúlyból, pont egy jó alkalom, hogy visszabillenj. Visszabillenj. Így együtt, tudod, ezt fogjuk tenni. És te is tedd meg azt a meditációban, hogy küld ezt az egészséget a többieknek, és ugyanakkor fogadd be. Mert akkor, amikor szeretetté válsz, amikor áramoltatod ezt a csodás energiát, ugyanakkor elkerülhetetlenül befelé is áramlik, befelé, beléd, hozzád, ugyanez az energia. Tehát amikor az egészséget áramoltatod, mint energia, van egy szándékod, hogy a többiek egészségessé váljanak, hogy ez az energia, ez megjelenjen náluk, ugyanakkor gondolj bele, hogy vagyunk itt 250-en jelenleg, és a 250 ember küldi neked az egészséget. Át tudod ezt érezni? 250 ember küldi neked az egészséget, és te vagy az egyik, aki küldött 250 felé. És ezáltal egymást gyönyörűen fel tudjuk emelni. Szóval csuda, szuper jó, hogy itt vagytok ennyien. És érzitek ezt az energiát már most? Én érzem. Én érzem, hogy ahogy beírtátok egymásnak ezeket az emelő gondolatokat, ezeket szeretettel, úgy energiává váltatok már is. Amikor megjelent a hála a szívedbe, hogy nem vagy egyedül, hogy itt többiekkel együtt tudsz meditálni, és egymást emeljük, és egymást gyógyítjuk ezáltal, ilyen módon már egy magas rezgésre kerültél. Na, mit fogunk csinálni ezen a meditáción? Konkrétan azt fogjuk csinálni, tehát akik újak is, elmondom, hogy nem kell semmi nagyon extra dologra gondolni, tehát mindent fogok mondani, és egyszerűen csak azt kell csinálnod, amit mondok. Persze lehet, hogy az elméd az majd fog elkalandozni, de akkor egyszerűen csak annyit kell tenned, hogy elengeded. Tehát mintha jönne egy felhő az égen, tudod, száll a felhő, közelít, észreveszed, elengeded, és tova száll. Ne bosszantsd magad, hogy jött egy gondolat, semmi baj nincs ezzel. Ez a dolgok természete, így működik. Észreveszed, elengeded, és figyelsz a meditációra, arra, amiről éppen szó van, hogy hova helyezd a figyelmed. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy fontos, hogy beüljünk a jelen pillanatba, tehát levegyük a múltunkról, a mai napi problémáidról, a tegnapi napi problémáidról, a két heti, az egy éve, az öt éve, ahova beleragadt a figyelmed. Vedd le a figyelmet, hozd ide. Hozd ide, hogy együtt legyünk a jelen. Képzelj el egy ajtót. Van egy ajtó. Az van ráírva, hogy a jelen. Ide jövünk a jelen kapujába. Azáltal, hogy levesszük a figyelmünket a múltról, a problémákról, a negatív érzelmekről, és a jövőbeni aggodalmainkról. Akkor megjelentünk a jelen kapuján. És így együtt belépünk a jelen kapuján, és azt fogjuk tenni, hogy elkezdjük lelassítani a légzésünket. Egy egyenletes, felveszel egy egyenletes, ritmikus légzést. És egyszerűen ezáltal bekerülünk egy ilyen meditatív állapotba, az a hullámaink frekvenciája elkezd csökkenni alfa-téta állapotra, és elkezdjük kitágítani a fókuszunkat a végtelenre. Hogyan? Hogy érezzük ezt az energiát a szívünkkel. A szívünkkel elkezdjük érzékelni ezt az energiát, ami itt van benned, itt van előtted, mögötted, oldalt, mindenhol körülvesz. Nem látod? Ettől még itt van, igaz? Nem látod a rádióhullámokat? Ők is itt vannak.
Csak honnan tudjuk? Hát onnan, hogy tudunk például mobiltelefonon beszélni. Vagy bekapcsolod a rádiót, és szól. Megjelenik. Honnan tudjuk, hogy van ez az energiamező itt? Hogyha ráhangolódunk, elkezdünk felemelkedni az érzelmi skálán, egyre jobban érezzük magunkat. Elkezdjük érezni a többiek energiáját is. És elkezd fülig érni a szád. Elkezdesz egy ilyen szeretet állapotába kerülni. Öröm, boldogság. Szóval ráhelyezzük a figyelmünket erre a végtelenre, összekapcsolódunk vele, ezáltal felemelkedünk. Aztán fogom mondani, rá fogjuk helyezni a figyelmünket egyenként az 1-es, 4-es, 6-os energiaközpontunkra. Hogy miért? Hát ezekben az energiaközpontokban összpontosulunk energiaként, és ahova a figyelmet helyezed, megnöveled az energiát. Az egyes energiaközpont az az alhasadnál, a gát körüli területen helyezkedik el. Csak oda helyezed a figyelmet. Ezáltal még inkább energiává válsz, mert növeled ezt az energiát. Aztán a négyes energiaközpont a szíved, oda helyezed a figyelmed, és ezáltal növeled ezt az energiát. Ezáltal egyre inkább ezzé válsz. Ez a teremtő központod. Egyre növekszik ez az energia. S ráhelyezzük a figyelmünket a 6-os központra, ez a torkod hátsó része felett, a szemeiddel egy magasságában. Oda helyezed a figyelmed, növeled ezt az energiát szeretettel, csak megfigyeled, érzékeled, ezáltal még inkább energiává válsz. És így teljesen összekapcsolódunk ezzel a végtelennel. Ez azt jelenti, hogy egymással is. Itt, akik itt vagyunk, most már 270-en, egymással is összekapcsolódunk, és szeretetté válunk. És érezzük ezt a szeretetet. És csak azt kérem, hogy engedd bele magad. Engedd, hogy érezd. Ne legyen semmilyen elvárásod, semmire ne gondolj egyéb dolgokra, csak engedd, hogy áramoljon ez az energia, ez az érzés. Bármilyen érzés, csak figyelj meg. És erre a szeretetre hangolódunk, és ezt a szeretetet ezt fogjuk küldeni a többiek felé. Ugyanakkor befogadni. És tudjátok, minden lehetőség létezik ebben az energia mezőben energiaként. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van a tested, jelenleg, fizikailag, akár van egy rossz periódusod, vagy van valamilyen betegség, ami a testedet uralja, egyszerűen, amikor leveszed erről a figyelmed, és ráhelyezed az egészségre, a teljes egészséges állapotodra a figyelmed a végtelenben, akkor ezt az energiát, ezt életre kelted. Úgyhogy elkezded érezni ezt az egészséges állapotot. Ez létezik, ráhangolódsz. Többiek pedig segítenek el, és együtt ráhangolódunk mindannyian a teljes egészséges állapotunkra. És érezzük ezt az energiát, és akkor elkezdjük sugározni a többiek felé. Egy ilyen tiszta szándékkal elkezded áramoltatni a többiek felé, akikkel most itt együtt meditálsz. Ugyanakkor elkezded befogadni, hogy a te saját testedet is átjárja ez az energia. A sejtjeid, tudod, mit csinálnak? Vigyorognak, fülig ér a szájuk, felszabadulnak, kiszabadulnak a vészüzemmódból, és azonnal elkezdett gyógyulás beindulni a testedben. Csak azért keletkeznek beteg sejtjeid, mert egy vészüzemmódba került a sok-sok stressz probléma miatt a tested, de most, amikor felszabadulsz, és kikerülsz ebbe a végtelenbe, és ezt a csodás energiát, az egészség energiáját áramoltatod, és befogadod, ezáltal felszabadul a tested, és elkezd tudni azonnal gyógyulni. Szóval, akkor ezt fogjuk tenni. Ugye nem bonyolult. Nem lehet rosszul csinálni. Tehát olyan nincs, jönnek nekem mindig, hogy,
Vannak, akik jönnek az elején, amikor még most vannak először, vagy az elején a meditáció, hogy te ez nekem nem megy. Nincs olyan. Nincs. Nincsen rossz meditáció. Csak egy kicsit egészségesebbé válsz. Ez történhet veled. Jó? És gyakorlod ezt a magas rezgést. Ez is történhet veled. És közben jól érzed magad? Elengeded magad, beleengeded magad ebbe a szeretet gyógyító energia áramlatba. Jó? Készen álltok arra, hogy így együtt egyé váljunk? Gyakorlatilag most már úgy látom, hogy 300-an vagyunk, szóval képzeld el, 300 ember fizikailag bárhol, teljesen mindegy, nem számít. Az energiamezőben egyé válunk. 300 ember emeli az egészség energiádat. És az a szándéka, hogy te egészségesebbé válj. És ez egy energiaként, ez létezik az energiamezőben. És ha befogadod, akkor megjelenik a testedben is. Csuda jó, nem? Hogy ezt meg tudjuk tenni így együtt. Szeretettel. Együttműködve. Támogatva egymást. No, ha készen álltok, akkor szerintem semmi akadálya nincs, hogy hova menjünk? A jelen kapujába, igaz? Tehát leveszed a figyelmed a múltadról, a tegnapi napról, és a holnapi aggodalmakról, tudod, ha tested beteg, a tested fájdalmairól, a betegségről, és tudod a tudatoddal, hogy létezik a te egészséges állapotod. És mindenki egészséges állapot, és erre fogsz hangolódni. Jó, kapcsold le a villanyt, hamarosan elkezdjük. Foglald el kényelmesen a helyed, és gyere ide a jelen kapujába. Lépjünk be együtt ebbe a csodálatos isteni teremtő energia mezőbe. Hangolódjunk rá, kapcsolódjunk rá, és áramoltassuk egymásnak az egészséget. Ülj egyenesen, és húgy be a szemed.